Építőipari szakemberek és az iparág elemzői is a szakember hiányt jelölték meg a legfőbb problémaként, mely az ágazatot sújtja az utóbbi években. Rengeteg kőműves, ács, bádogos, asztalos fordult a külföldi munkavégzés felé, pótlásuk pedig enyhén szólva is lassan halad. Az építőipari szakemberképzéssel foglalkozó iskolák panganak az ürességtől, a mai fiatalok különböző okok miatt nem ebben képzelik el a jövőjüket. Ezt a problémát felismerve döntött úgy az egyik szakmai egyesület, hogy egy szakmanépszerűsítő filmmel igyekszik meggyőzni a fiatalokat arról, érdemes szakmát tanulniuk. A film elkészítésével pedig az Építek magazin csapatát bízták meg. És hogy melyik ez a szakma? Nos, a tetőfedő. Az egyesület a megalakulása óta nagyon fontosnak tartja az utánpótlás kérdését. Ez azért is fontos, mert az elmúlt években több lett a munka, mint ami előtte volt, és a vállalkozóink, a tagjaink szeretnének bővíteni emberekkel, fiatalokkal, pályakezdőkkel, de sajnos ez elég nagy gond, mert kevés az iskolából kikerülő szakember, és ezért is gondoltuk, hogy a szakmáinkat, az ácsállványozó, tetőfedő és bárgos szakmákat népszerűsíteni kellene. Első ütemben a tetőfedő filmet készítettük el, a tetőhöz kapcsolódó gyártók, forgalmazók támogatásával. Természetesen egy ilyen film elkészítése nem kis feladat. Komoly szervező munkát kívánt a készítők, a szereplők, az egyes helyszíneken dolgozó szakemberek részéről. Elég sok munkát igényelt, elég sok szervezést igényelt. Ugye a film egy fiatal pályakezdő diáknak a történetét meséli el, és valós helyszíneken, tehát az egyesület tagjai konkrét munkákat mutattak be, különböző helyszíneken, tehát az ország különböző részein. A népszerűsítés mindenki szerint ráfér az építőipari szakmákra, hiszen egyre kevesebben választják a kétkezi munkának ezt a területét. De nem csak ez a probléma. Amit mi látunk, hogy a pályakezdők nem ismerik a szakmákat. Tehát ha azt mondom neki, hogy tetőfedő szakma, akkor nem a tetőfedő szakma szépségei jutnak eszébe, hanem inkább azok a negatív dolgok, hogy mondjuk télen hóba, esőbe, kint, esetleg hidegbe, melegbe kell dolgozni, de a szakma nem csak erről szól. Tehát a filmbe szerettük volna megmutatni a tetőfedő szakmának azokat az egyediségeit, ami talán vonzó lehet egy fiatal számára. Illetve ugye nem is mindig a fiatalokat kell megcélozni, a pályakezdőket, hanem talán a szüleiket. Tehát a szüleik se nagyon ismerik ezeket a szakmákat, és nem, hogy rábeszélnék a gyereket, hanem inkább lebeszélik az építőipari szakmáról. Nekünk ez a tapasztalatunk. És ezért gondoltuk, hogy mutassuk be ezt a filmet, készítsük el. Magát a filmet szeretnénk eljutatni általános iskolákba, ahol 6., 7., 8. gyerekeknek ezt levetítenénk, illetve szeretnénk a szülőknek is eljuttatni, tehát akár egy osztályfőnöki óra keretébe. Jelenleg ezek a lehetőségeink, természetesen az internetes oldalakon is próbáljuk ezt terjeszteni. Elkészült tehát a Tetőfedő című film, melyet a jövő év tavaszán az egyesület tervei szerint követ majd az ács szakmát népszerűsítő második rész. A feladat pedig adva van a többi építőipari szakmában érdekelt fél részére. A gyártók, kivitelezők és az oktatásban résztvevők közös érdeke, hogy a jövőben is legyen elegendő szakember, mert enélkül nem lesz, aki felépíti a jövő házait, épületeit, és nem lesz, aki majd felhasználja a cégek által gyártott és forgalmazott építőanyagokat.